Az ifjúsági válogatott elleni edzőmérkőzésekkel kezdte meg a felkészülési megméretetések sorozatát a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. A találkozó előtt Vágó Attila vezetőedző abban reménykedett, hogy már sikerül viszont látnia az edzéseken gyakorolt elemeket úgy, hogy csapatunk magabiztosan érvényre is jutatja a papírformát, és behúzza a fiatalok elleni összecsapást. Elsősorban ugye nem az eredmény volt a célja ennek a mérkőzésnek, hanem inkább az, hogy egy kicsit a monotonitásból kiszakítsuk a lányokat az alapozó időszakban. Abszolút terhelésként fogtuk föl ezt az edzőmérkőzést. Amint mondtad, 3x25 perc volt, elosztottuk a játékperceket, mindenkinek ugyanannyi időt tudtunk a pályán biztosítani, és mindez mellett pedig öröm számomra, hogy azért magabiztosan győztünk, tehát 38-28-ra győztünk egy jó csapat ellen, mert ezek a fiatalok, ezek tehetségesek, bontogatják a szárnyaikat. A Kohász következő edzőmérkőzése itthon kerül megrendezésre a Vasas ellen. Vágó Attila hozzátette, a megméretetés más területeken is előrelépésre ad lehetőséget. Egy másik védekezési formációt is elkezdtünk gyakorolni, ott szeretnénk azt is kipróbálni, illetve már jövő héten egy picit a támadó játékot is érinteni fogjuk, taktikai dolgokat, egy-két egyszerű mozgást már megpróbálunk elsajátítani. Úgyhogy azt már kérni fogom majd a lányoktól. A pandémiás helyzet alatt a Kohász edzésein is megmutatkozott a fokozatosság és az óvatosság, ám azóta teljes bedobással készülnek mérkőzéseikre.